vihar előtti csend van Olaszország és az Európai Unió kapcsolatában. Egy előre hozott választás és az azt követően vélhetően felálló, a jelenleginél is euroszkeptikusabb kormány és Brüsszel között az eddiginél is feszültebbé válhat a viszony. Az összetűzés egyik oka a már eddig is vitákat okozó pénzügyi fegyelem kérdése lehet. Míg az Unió ennek erősítését követeli, addig az előrehozott választás sürgető ligavezér Matteo Salvini éppen gyengíteni. A távozó gazdasági és pénzügyekért felelős Európai Uniós biztos a Twitteren most azt írta, Olaszország helye Európa szívében van. Pierre Moscovici az esetleges olasz kilépéshez vezető kísértés ellen érvelve úgy fogalmazott, Mattarella államfő most a szilárd alap, ne nevezzék ki se Contét, se Salvinit. Giorgia Orlandi, az Euronews római tudósítója szerint a kormányválság egyben erős másodlagos jelentéssel is bír Európában. Mindez a májusi európai parlamenti választásokra vezethető vissza. Akkor kezdődtek az első feszültségek az öt csillagmozgalom és a Liga között. Az íre pedig Ursula von der Leyen bizottsági elnök kiválasztása tette fel a pontot, mivel az öt csillag mellette szavazott, a Liga viszont ellene. A támogató szavazat a Liga szemében felért egy árulással, fogalmazott a riporter. Giorgia Orlandi, Euronews, Róma.